A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Mai témánk a Kodolányi János Egyetem most megkezdődő 2024-25-ös tanéve, vendégem pedig Vízi László Tamás, megbízott rektor, tisztelettel köszöntöm. Köszönöm szépen, és szeretettel köszöntöm a Fehérvár TV-nézőit. Nos, hát új időszámítás veszi kezdetét, olvashatjuk ugye augusztus 1-től, nagy ugrásra készült, illetve meg is valósította az egyetem, három karúvá válik az intézmény szeptembertől, ami azt hiszem, hogy egy nagyon komoly lépcső. Beszéljünk erről először talán. Ez egy hosszú fejlődési folyamat, több hónapos fejlődési folyamat eredménye lett, hiszen a Kodolányi János Egyetem egyrészt létszámában, másrészt szakstruktúrájában hallgatói és oktatói és az oktatás segítő kollégák létszámában is egy olyan szintet ért el, hogy mindenképpen indokolt volt, hogy szintet lépjen, szervezeti szintet lépjen, hiszen valójában minden szervezetnek az életében vannak fordulópontok, vannak változások, és vannak előrelépések, a szervezet kultúra már csak ilyen, és ekkor született meg a döntés, hát valójában hónapokkal ezelőtt már, hogy dolgozzuk ki, az egyetem dolgozza ki a karosodásnak a struktúráját. Ennek lett az eredménye az, hogy három kar jött létre, ez az alapító okiratunk módosításában már meg is jelent, az oktatási hivatal bejegyezte, tehát valójában már augusztus 1-jével egy új szervezeti struktúrában működik az egyetem. Ugye új dékánok irányítják ezt a három kart, a gazdaságtudományit, a humántudományit, illetve az új média és kreatív ipari kar. Így van, valójában nem új, hanem a megszülető karokhoz a dékánok kinevezésre kerültek. Itt valójában az is érdekes, hogy az egyes karokhoz, amit felsorolt szerkesztő úr, tehát a gazdálkodástudományi, a humántudományi, a kreatív ipar és kommunikáció karhoz, rendeltük hozzá azokat a szakokat, amelyek ezekhez a karokhoz strukturálisan egyrészt hozzátartoznak, másrészt pedig olyan tapasztalt, nagy tudású a intézmény, illetve a szakok oktatási, tudományos műveléséhez értő régi kollégák, bevált kollégák kerültek a dékáni pozíciókba. Hát érdemes akkor nevesíteni is őket, én azt hiszen óriási feladat vár rájuk az elkövetkezendő egy évben. A gazdálkodástudományi kart Malatyinszky Szilárd tanár úr vezeti, a humántudományi kart Lőrincné dr. Bence Edit tanárnő, míg a kreatív ipar és kommunikáció karunkat Kiss Róbert Richárd tanár úr irányítja. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy markánsan új fejezet, ami elkezdődik a Kodolányi János Egyetem életébe. A szakstruktúránk az nyilván ehhez fog igazodni, erre fog épülni, és nagyon bizakodóan várom ezt a jövőt, hiszen maga a karosodás az egyetem életében egy olyan szintlépést jelent, amely az elismertségében hoz mindenképpen eredményeket vélhetően, és azt gondolom, hogy az intézmény megítélésében, hazai és nemzetközi megítélésében is fordulópontot jelent. Ez nyilván megerősítést jelent, amint az is, hogy megduplázódott a felvételizők száma. Én ennek nagyon örülök. Azt kell, hogy mondjam, hogy már a 2023-24. Évi tanévben rekordszámú, a korábbi évekhez képest rekordszámú fiatal, idősebb korosztály jelentkezett a Kodolányi János Egyetemre. Ezt az eredményt sikerült megőriznünk, sőt egy picit talán még túl is tudtuk szárnyalni, és ez azt jelenti, hogy ugye még tart a beiratkozás és tart a tantárgyfelvétel, tehát augusztus utolsó napjaiban vagyunk, tehát még azért kell egy-másfél-két hét, amikor igazán pontos számokat tudok mondani, de jó eséllyel talán nem lövök mellé, amikor azt mondom,
hogy a leendő első évfolyamunkon olyan 1600 hallgató fogja megkezdeni a tanulmányaikat, a második évfolyamunkon olyan 1500 fő, hát a harmadik évfolyam az még egy kisebb létszámú, de a szakirányú továbbképzési szakokat is idevéve én azt gondolom, hogy egy olyan nagyságrendű felsőoktatási intézménnyé vált a Kodolányi János Egyetem, ami itt ebben a közép székesfehérvári, Fehérvár megyé és a közép-dunántúli régióba, beleértve egyébként részben Pest megyét is, én azt gondolom, hogy meghatározó lesz, hiszen 4000 fős hallgatói létszámmal számolok, és hogyha ez a tendencia folytatódik, akkor én azt gondolom, hogy az üzemméret, ami körülbelül 4500-5000 fős hallgatót tud befogadni, ellátni, magas színvonalon oktatni és kiszolgálni, ez egy-két éven belül megvalósulhat. Nagyon fontos dolog egyébként az, hogy ebben az esztendőben, ebben a felvételi eljárásban, az általános felvételi eljárásban már volt államilag támogatott, állami ösztöndíjas helyünk. Ugye ezt korábban erről már beszéltünk, hogy hosszú évek óta ez nem volt jellemző. Ebben az esztendőben megszületett az a megállapodás a minisztérium és a Kodolányi János Egyetem vezetősége részéről, amely tartósan biztosítja, hosszú évekre előre biztosítja ezt az 500 fős évente az általános felvételi eljárásba, és persze ezt lehet a kereszt fél évre is fókuszálni, de ezekben az eljárásokban az 500 fő államilag támogatott állami ösztöndíjas hallgatói hely az adott. Ez egy nagyon pozitív dolog, hiszen a maga az állami ösztöndíjas helyeknek a száma, az egyrészt nem csak az, hogy húzza maga után a felvételire jelentkezők számát, hanem egy nagyon tudatosan és átgondolt szakfejlesztés és régiófejlesztésre is lehetőséget ad. Mert ebben teljesen szabad keze van az egyetemnek, hogy ezt a volument, ezt az 500 fős volument némi korlátozással, de a legtöbb szakunkra tudjuk delegálni, és természetesen az egyetem döntése az, hogy melyik képzési helyszíneken hirdetjük meg ezeket. És én többször, amióta én az egyetem megbízott rektora vagyok, ugye ez pontosan egy éve, ugye augusztus 23-a volt egy esztendeje, én akkor is azt mondtam, mindjárt az első megnyilatkozásomkor, amit egyébként a fenntartói elvárás is volt, és az intézmény egyéb vezetőinek az elvárása, és természetesen Székesfehérvár és a Vármegye és a régió elvárása, hogy ez egy székesfehérvári székhelyű felsőoktatási intézmény. A Kodolányi János Egyetem itt alakult, itt hozták létre az alapítók, ez Fehérvár Egyeteme, egyetlen fehérvári székhelyű felsőoktatási intézmény. Következésképpen akkor azt mondtam, hogy hozzuk vissza, amennyire lehet ezt a városnak és a városba, és tegyük színessé a várost, vagy tegyük színesebbé azzal is, hogy a kodolányisok ismét megjelennek, a nappali tagozatosok is minél nagyobb létszámban megjelennek a városban. Ez egy eltökélt policy, és azt mondhatom, hogy ez egy eltökélt szándékon volt, és azt gondolom, hogy hát nem egyszerre, de lépésenként, lépésről lépésre ezt azt gondolom, hogy meg is tudjuk valósítani. Hadd mondjak néhány számot ezzel kapcsolatban. Ugye említettem, hogy az általános és a pótfelvételi eljárás következtében olyan 1600 fő elsőssel számolunk. Ebből az 1600 elsősből közel 500-an, 480 fölött van a létszám, mondom, a beiratkozás, tantárgyfelvétel, ezek a számokat még némileg módosíthatja, de 500 fő körül azoknak a létszáma, akik Székesfehérváron fogják megkezdeni a tanulmányaikat. Természetesen, ugye mint minden felsőoktatási intézmény, a képzési formáit több lábra helyezi. A Kodolányi már évtizedek óta ezt tette, tehát a nappali, a levelezés, a távoktatásos képzésekre jelentkezett hallgatók száma ebbe benne van. De ami a szívünk közel áll, hiszen akik voltunk különböző felsőoktatási intézményekben nappali tagozatos hallgatók, mi pontosan tudjuk, hogy mit jelent nappali tagozatos egyetemi lét. Az egy más minőség, az egy új helyzet,
új helyzet a diáknak, új helyzet a családnak, új helyzet annak a városnak, annak a településnek az életében, ahol ők megjelennek. Én azt tudom mondani, hogy jelen pillanatban, mondom, ezek a számok még némileg módosulhatnak, de olyan 100 körüli van azoknak a fiataloknak a száma, akik Székesfehérváron most szeptemberben nappali tagozaton itt megkezdik a tanulmányaikat, és azt mondtam, hogy ez pont a duplája annak, ami eddig volt. És a tendencia, ha folytatódik, ha ez a tendencia folytatódik, már pedig eltökélt szándékunk, hogy folytatódjon, akkor egy-két éven belül egy olyan nappalis hallgatói létszám tud Székesfehérváron megjelenni, ami már látható is lesz, markánsan látható lesz a városban. Ugye ez egy rendkívül fontos humán és oktatáspolitikai döntés mindenképpen, tehát azt kimondhatjuk. És én azt gondolom, hogy részben várospolitikai döntés is. És az a másik döntés, hogy a népszerű képzések mellett, itt azért a felsorolást engedje meg, kommunikáció, médiatudomány, gazdálkodás és menedzsment, turizmus és vendéglátás, az emberi erőforrások mellett az üzemmérnök informatikus pedagógia szakra felvett és közösségszervező szakra felvett hallgatók száma is jelentősen megemelkedett. Ez örvendetes tény, így van, ahogy szerkesztő úr mondja, ezek valójában, felsorolta valójában szinte az összes szakunkat, de hát azért van nekünk még anglisztika szakunk, van szociális munka szakunk, van történelem szakunk, de jól látható az, hogy megint óriási az érdeklődés ezek iránt, a szakok iránt. Persze vannak sláger szakok, tehát a gazdálkodás tudomány, gazdálkodási és menedzsment szak, vagy az emberi erőforrások, de nagyon szép számot produkál a közösségszervezés, meglepően nagyon magas számot produkál a szociális munka, és örvendetes tény, hogy hát ugye a mérnök, üzemmérnök, informatikus szak az azt gondolom szintén egy sláger szak, de megjelenünk olyan szakokkal is itt Székesfehérváron, amelyek nyilvánvalóan, amelyre a városnak, a régiónak igen-igen szüksége van. Én örömmel mondhatom azt, hogy, és itt persze megint ki kell emelnem azokat az együttműködéseket, amit például a szakképzési centrummal kötöttünk, és a technikus képzésbe is bekapcsolódunk, hogy ennek már egy előszobája az, hogy például a pedagógia alapképzési szakunk nappali tagozaton Székesfehérváron elindul. Tehát olyan újdonságok, olyan novumok vannak, én azt gondolom, ebben a képzési palettában, amely mindenképpen örvendetes és előremutató, és jó, komoly reményeket kelt. Mesterképzés, kulcskérdés. Én azt gondolom, és kulcskérdés is marad, hiszen a nemzetközi akkreditációhoz rendkívül fontosan és kapcsolódva. Én azt gondolom, hogy és ez is az elsők között volt, amit én célként megfogalmaztam egy évvel ezelőtt, de már a korábbi egyetemi vezetés is eltökélt volt ebbe, hogy egy alkalmazott tudományi egyetem, ami a Kodolányi János Egyetem, annak az oktatási paletta minden szintjén meg kell jelennie. Ugye korábban volt a felsőoktatási szakképzés, ez gyakorlatilag kifutó képzési terület, hiszen a technikus képzés az valójában ezt lefedi. Minél több piaci igényű alapképzéssel kell megjelennünk, és az alapképzésekre épülő, vagy az alapképzések mellett jelenjen meg minél több mesterképzésünk. És persze ez a struktúra, ez akkor lesz teljes, amikor meg lesz hozzá a doktori iskola. Én nagyon bízom benne, hogy záros határidőn belül ez is meg fog valósulni. Mesterképzésekre kérdezett rá szerkesztő úr. A két új mester, ugye eddig is voltak mesterképzési a Kodolányinak, ugye a vállalkozásfejlesztés mesterszakunkra komoly érdeklődés van, a turizmus vendéglátás mesterszakunkra, a nemzetközi tanulmányok mesterszakunkra, de hát örömmel mondhatom, és mondhatom a kedves nézőknek is, hogy két új mesterszakkal bővül a Kodolányi János Egyetemnek a palettája, többek között a kommunikáció és médiatudomány mesterképzési szakunk, illetve a történelem mesterképzési szakunk.
Na most ezt a két mesterszakot az általános eljárásban még nem tudtuk indítani, mert akkor még nem volt meg az engedélyünk, de a pótfelvételi eljárásban már indítottuk, és meghirdettük, és a történelmi mesterszakra nagyon komoly jelentkező létszámunk van, úgyhogy a történelmi mesterképzési szakunk elindul, tehát ez is egy új szín a kodolányi oktatási palettáján. Ugye az online képzésről is kell, hogy szó essék, de ha már szóba került, akkor a pótfelvételi eljárásról beszéljünk röviden. A pótfelvételi eljárásban ugye olyan jelentkezhettek, akik az általános felvételi eljárásban nem nyertek sehova felvételt, vagy egyáltalán be se adták a felvételi kérelmüket, és csak egy helyet jelölhettek meg, és ezeken minimális volt már országos szinten, nem csak a Kodolányon, az állami ösztöndíjasoknak a száma. Én azt gondolom, hogy ez is örvendetes számadat, amit elmondhatok, mert ugye tegnap volt a vonalhúzás éppen, ugye 29-én este, és közel 400 felvett hallgatónk van a pótfelvételi eljárásban, hogy így jön ki ez a kalibrált 1600 fő, tehát 1200 plusz a közel 400. Hát várjuk meg a beiratkozást és a tantárgyfelvételt, de általában az a tapasztalatom, hogy a hosszú évek óta vagyok azért az oktatás irányításban, oktatás igazgatásban, hogy ezek a számok nagyjából arányában azonosak a korábbi évnek az adataival. Ugye említette a kommunikációs médiatudomány szakot, egy kicsit, ha visszatekintünk, ugye 1993 óta az országban elsőként indult el. Azt hiszem, hogy az öröm, hogy ez megmarad, és mi is örülünk nyilvánvaló. Mint ahogy örülhetünk annak is, hogy együttműködési megállapodás született, én azt hiszem, hogy erről minden hírportál beszámolt, hiszen ez fontos, ön írta alá, illetve Varga Tamás, honvédelmi miniszter helyettes. Igen, akkor kezdjük a kommunikációs média tudománynál, ez egy fontos dolog. Így van, ahogy igaz szerkesztő úr mondja, ez a szak országban először Székesfehérváron indult, alig van ma olyan médium, ahol ne találkoznék volt székesfehérvári hallgatókkal, akiket tanítottam, vagy ismertük egymást, és tényleg Györfi Miklós tanár úrnak a kezenyoma rajta volt ezen a szakon. Most ez a szak visszatér Székesfehérvárra is, marad Budapesten természetesen a képzés ott a nappali tagozaton, hiszen ott vannak a kialakított stúdióink, de visszatérünk Székesfehérvárra, és köszönet ezért Hagymási András ügyvezető igazgató úrnak, Virág Ildikónak, ugye régi kollégája szerkesztő úrnak is, gondolom, kedves nézők is jól ismerik, hogy Ildikó a motorja ennek a székesfehérvári képzésnek. Először most levelezőképzéssel tudunk visszatérni Székesfehérvárra, és a Fehérvári Média Centrumban fognak véletlenül a gyakorlatot, ott fogják a hallgatók végezni, de nem csak az elektronikus, hanem az írott sajtóban is szeretnénk, hogyha megjelennének a hallgatóink rendszeresen, műsorokat készítenének a Vörösmarty Rádió számára. Tehát ezt is azt mondom, hogy lassan-lassan, de térünk vissza a kommunikációba is. A másik, amire rákérdezett szerkesztő úr, az együttműködési megállapodások. Igen, tehát ez is egy együttműködési megállapodás volt, amit Hagymási igazgató úrral írtuk alá, de amikor én átvettem a Kodolányi irányítását, akkor az egyik első dolgom az volt, hogy áttekintettem az intézménynek a partner intézményekkel korábban megkötött stratégiai együttműködési megállapodásait. És azt láttam, hogy ezek is frissítésre szorulnak. Hozzá kell igazítani ezeket a stratégiai együttműködési megállapodásokat a jelen helyzethez. És épp a délelőtt készítettem egy rövid összegzést erről, hogy 2023 őszétől most augusztus 16-áig több mint egy tucat stratégiai együttműködési megállapodást. Igen, az én megbízott rektorságom alatt több mint egy tucat együttműködési ezek stratégiai együttműködési megállapodások, és hogy milyen érdekes az élet, az elsőt is, és tehát úgy mondom, hogy a 23 őszit és a 24 augusztusában is, mind a két esetben a Magyar Honvédség volt az egyik partnerünk,
ugye még 2023 őszén Fejes Ezredes úrral, a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ parancsnokával írtunk alá egy stratégiai együttműködési megállapodást. Ennek egyébként már kézzelfogható, nagyon komoly eredményei vannak. Hallgatóink nem csak gyakorlatként vannak az Egészségügyi Központ informatikus szekciójában, hanem komoly találmányokkal jelentkeznek. Olyannal, amit gyakorlatilag azonnal be lehet a Honvédségi Egészségügyi Központ informatikai rendszerébe építeni. Hát ez volt, és ugye ennek lett az eredménye, ennek a megállapodásnak az, hogy van egy közös nevező szerintem a város, a régió és a honvédség között. Nagyon kevés az ápolás, betegápoláshoz felsőfokú végzettséggel rendelkezőknek a száma. Ez megfogalmazódott helyi szinten is, és megfogalmazódott a honvédségi szinten is. És elkezdődött az a munka, ami talán azt mondhatom, ma már a finisében van, és finisében jár, hogy egy ápolás-betegápolás alapképzési szakkal jöjjünk elő, és akkreditáltassuk, amelynek két ága van, nyilván egy civil polgári ága és egy katonai ága. Óriási igény van mind a két oldalon erre. És azt mondtam, hogy az első és a legutóbbi, ugye éppen augusztus 16-án, két héttel ezelőtt írtam alá Varga Tamás országgyűlési képviselő úrral, miniszter helyettes úrral azt a szintén stratégiai megállapodást, amit a Kodolányi János Egyetem és a Magyar Honvédség kötött. Ez egy nagyon szerteágazó, nagyon több lábon álló, sokrétű együttműködés, és azt is hozzáteszem, hogy nem az alapoktól indul. Ennek is azért megvolt az előzménye, megvolt a hagyománya, és én mindig hangsúlyoztam, hiszen történész vagyok, és alapvetően is foglalkoztam én sokat Székesfehérvár hat történetével, de nem kell a televízió nézőknek mondani, Székesfehérvár egy katonaváros. Tehát ez egy és sportváros. Én az, ugye ide is ki van írva, ugye, hogy a sportvárosa és katonaváros. Tehát én fontosnak tartottam, meg az egyetem vezetése, a fenntartó fontosnak tartotta, hogy a Honvédelmi Minisztérium egy olyan stratégiai megállapodást kössünk, amely nem csak oktatási és tudományos területre terjed ki, hanem segítsük a Magyar Honvédséget abban, hogy az önkéntes tartalékos utánpótlás is meglegyen. Tehát a rendezvényeinken ott lesznek a mobil toborzópontok, mi megadjuk mindazt a kedvezményt és azokat a lehetőségeket a hallgatóinknak, amit meg tudunk adni, hogy minél többen jelentkezzenek. Bevezetjük a honvédelmi ismeretek oktatását a Kodolányi János Egyetemen. Tehát azt gondolom, hogy nagyon sokrétű. De ez például kiegészíti a Nemzetvédelmi Egyetemmel kötött együttműködési megállapodásunk is, hiszen a Kodolányinak a pedagógus képzésben egy nagyon-nagyon régi múltja van, és nagy hagyományai vannak, és nagy tapasztalatokkal rendelkezik. És erre a tapasztalatra számít a közszolgálati egyetem, és a közszolgálati egyetemen elinduló pedagógus képzés. Ezt az együttműködési megállapodást is aláírtuk. Tehát azt gondolom, hogy olyan lábakat, olyan csápokat tettünk ki, olyan mérföldköveket jelöltünk ki az együttműködésekben, aminek fontos hozadékai lehetnek. De ha már a tanárképzésről beszéltünk, a pedagógus képzés, ugye említettem a pedagógiai BA szakot, ugye az nem egy tanárszak, de jó alap arra, hogy elinduljunk, és ez is egy nagyon komoly igény az óvodapedagógus képzésben. Ennek az akkreditációs előkészületei már tényleg olyan állapotban vannak, olyan napokban, én azt gondolom, hogy szeptember hónapban beadásra kerül, akkreditációs eljárásra elindítjuk. Ennek persze, hogy minden akkreditációnak meg kell teremteni a személyi tárgyi feltételeit. Ezek én azt gondolom, hogy most megteremtődtek. Olyan szakemberek léptek be a neveléstudományi tanszékünk munkájába, ugye ez a humántudományi karhoz kapcsolódó tanszékünk munkájába, akik azt gondolom, hogy ismert nevek, a szakmában elfogadott nevek, akiknek a neve garancia arra, hogy egy magas színvonalú óvodapedagógus képzés induljon. És természetesen olyan helyi szakemberek is bekapcsolódtak ebbe a munkába, akik tényleg minősítettként és nagy szakmai tekintéllyel rendelkeznek, és én azt gondolom, hogy ez egy sikertörténet lesz. És emellett azért ott vannak azok a szakirányú továbbképzési szakok,
amelyek szintén igényként fogalmazottak meg. Éppen tankerületi igazgató úr, Török Szabolcs igazgató úr kért tőlünk olyan képzést, amely az általános iskolákban hiányzik, például az inkluzív nevelésnek a pedagógusai. Tehát iskoláktól jött az igény a tankerület felé. Mi megtaláltuk a megoldást, nekünk volt ilyen szakirányú továbbképzési szakunk, de szakmailag beltartalmának teljes mértékben a kor, a kihívások igényeinek megfelelően frissíteni, változtatni kellett. Ez is elkészült, ugye ennek nincs olyan akkreditációs eljárása, ezt a szakot is hirdetjük, és szeptembertől ez is indul, ugye Mille Anikó tanárnőnek a szakmai irányításával. Nos, ha ezt a beszélgetést összefoglaljuk, akkor én azt látom, és nyilván ezt megerősítheti minden látogató, aki nézett bennünket, és odafigyel ezekre a történésekre, hogy nagy ívű fejlesztések születtek, ívet kapott még hozzá pozitív megerősítést mindenféle értelemben a Kodolányi János Egyetem önöknek köszönhetően, és azt hiszem, hogy amiről itt beszéltünk, az mind elősegíti azt, hogy visszatérjen, ha úgy tetszik, az elitbe, és egyre többen válasszák Székesfehérvárt, illetve a Kodolányi János Egyetem más helyszínein ezeket a képzéseket, és én ezt köszönöm mindnyájunk nevében, önnek, munkatársainak, és hát hajrá fiatalok és irány Székesfehérvár. Köszönöm szépen, hogy köszönöm megtisztelt. Szépen a kollégáim nevében is. Kedves nézőink, a Kodolányi János Egyetem jövőképéről beszélgettünk, vendégem természetesen Vizi László Tamás volt, az egyetem megbízott rektora. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.